Szia, Adrien vagyok. Hogyan szerezd meg az első 100 YouTube feliratkozódat? Erről szeretnék beszélni ebben a videóban. Az első 100 YouTube feliratkozód megszerzéséhez vezető leggyorsabb út az, hogyha olyan videókat készítesz, amik segítenek, hasznosak mások számára, amik népszerűek, tehát tartalmilag, tehát olyan témát érdemes választani, ami most népszerű, és általában a segítő videók azok, amikkel a legnagyobb sikereket lehet a leggyorsabban elérni, mivel ilyenkor vagy sok embernek a problémáján próbál segíteni, megoldani, olyan témát választasz, amire sokan keresnek, sokan érdekeltek benne, akkor nyilvánvaló, hogy sokan fogják megtekinteni majd a videódat, és hogyha tényleg hasznos videót készítesz, amivel segítesz, akkor fel fognak iratkozni a csatornádra, mivel még több hasonló videót szeretnének majd tőled a jövőben is látni. Tehát még több tudást szeretnének tőled kapni, és bíznak abban, hogy majd segítesz további problémáik megoldásában is. Tehát az első és legfontosabb, hogy népszerű témát válasz, és ha teheted, akkor és érdekel, akkor olyan videót készíts, amivel segítesz, ami egy hasznos videó. Hogyha ezzel meg vagy, és készen van a videód, akkor a második legfontosabb dolog az az, hogy a metaadatokat, a videó metaadatait jól töltsd ki. Tehát megfelelő módon nevezd el a videódat. Ezt már a videó készítése előtt érdemes megfontolni, hogy mi lesz a videódnak a címe. Érdemes rákeresni, hogy mik a témában a népszerű kifejezések, kulcsszavak, mikre keresnek általában a felhasználók, a nézők, és akkor ez alapján eldönteni, hogy mi lesz a videódnak a címe, kulcsszavakat is belerejteni a címbe, és amikor felveszed a videódat, akkor rögtön ezzel kezded, hogy a címedet bemondod, mert a YouTube érzékeli azt, hogy miket mondasz a videódban, és maga a cím, hogyha szerepel, elhangzik többször, a kulcsszavak elhangzanak többször a videódban, akkor azzal előrébb fogja sorolni a YouTube algoritmus a videódat a keresőben. Tehát fontos ez, hogy meglegyen a megfelelő kulcsszavak, meglegyen a téma, a címe a videódnak, és hogy az egy népszerű keresett kifejezés legyen. Hogyha ez megvan, akkor második, harmadik nagyon fontos lépés, hogy írjál bőségesen leírást a videódról. Tehát fejtsd ki a leírásban, hogy miről szól a videód, használd a kulcsszavakat benne, már rögtön a legelején használd a fő kulcsszavadat. Készíthetsz részletes tartalomjegyzéket is a videódhoz, ami megkönnyíti a nézőknek a tájékozódást a videódon belül. Tudni fogják, hogy melyik témáról mikor beszélsz. Rá tudnak kattintani, és akkor a videó egyből odaugrik. És ez egyúttal itt te is elhelyezhetsz kulcsszavakat. És minél több a kulcsszó szépen beleépítve, beleültetve a leírásodba, annál inkább fogja majd a Google előrébb sorolni a videódat arra a kulcsszóra, arra a keresésre. Tehát itt is fontos épp ezért, hogy már rögtön az elején megtaláld a fő kulcsszavadat, a fő kifejezésedet, amire majd keresnek a látogatók, a nézők. A negyedik lépés, szintén itt a videóadatoknál, hogy a kulcsszavakat add meg, a tegeket add meg. És minél több kulcsszót ír be a tag listába, másképp kifejezve, másképp megfogalmazva ugyanazt, többször szerepeltetheted, tehát minél inkább használd ki az 500 karakterhoznyi lehetőséget, mert ugye 500 karakternyi kulcsszót adhatsz meg a videó leírásodban, illetve a kulcsszó listádban, érdemes ezt kihasználni, tehát minél több kapcsolódó kulcsszót, kifejezést beleírni, mert ugye ezekre fognak majd rákeresni a felhasználók, ez alapján találják majd meg a videódat, úgyhogy ez is legyen megfelelően kitöltve.
Akkor ami még nagyon fontos, hogy ugye nem elég az, hogy megjelenjen a videód a keresési találatokban, de az is nagyon fontos, hogy az emberek rá is kattintsanak a videódra, és megtekintsék a videódat. Ehhez pedig olyan borítókép kell, ami beszédes, ami látványos, ami vonza a tekintetet, ami kifejezi, hogy miről szól a videód, ami kattintásra készteti a nézőket, tehát hogy ők oda kattintsanak a te videódra, és azt nézzék meg. És ez még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tényleg, hogy látványos legyen, és hogy egyúttal, ahogy ránéz, már tudja, hogy miről fog szólni a videó, és megfogja a tekintetével a nézőt, hogy rákattintson. És hogyha ezt sikerült elérned, akkor az már fél siker. És utána, hogyha tényleg jó lett a videód, és tényleg hasznos, és segítesz vele, akkor fel fognak iratkozni rád a csatornádra a nézők, és akkor nagyon hamar meg lesz a 100 feliratkozód. Amit még megtehetsz, hogy a videódat, a kész videódat, azt megosztod minél több helyen. Facebookon, Facebook csoportokban, Twitteren, meghirdetheted Instagramon is, tehát minél több helyen, minél több emberrel megosztani, ismerősökkel, barátokkal, tehát hogy minél több emberhez eljusson az info. YouTube nagyon örül annak, hogyha te viszel nézőket a platformra, tehát hogyha kívülről viszel embereket, tehát mondjuk weboldaladról hivatkozol rá a videóra, és akkor onnan az olvasóid rá kattintanak, megnézik, és utána további videókat néznek meg, akkor azt nagyon szereti a YouTube, és akkor előrébb fog sorolni, és akkor még több emberhez eljut a videód, és akkor még nagyobb eséllyel, még többen fognak feliratkozni a csatornádra, hogyha az alapok a helyén vannak, tehát hogy tényleg egy hasznos, érdekes, vagy éppen ha nem is hasznos, de olyan a tartalom, amivel megfogod a te célközönségedet, akkor már működni fog ez a technika. Tehát, hogyha oda vezeted az embereket, jók a kulcsszavazások, megtalálják a videódat, jó a borítóképed, rákattintanak, és utána jó a tartalom is, akkor fel fognak iratkozni a csatornádra, és akkor nagyon hamar össze fog jönni a 100 feliratkozód, sőt, még annál több is. Úgyhogy ezek lennének a tippek, amiket szerettem volna megosztani veled, amikkel elérheted az első 100 videó feliratkozódat, és utána megalapozhatod a csatornádnak az előre haladását, a még több feliratkozót. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, váljon hasznodra, és legyen szép napod. Találkozunk a következő videóban. Szia!